Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Áldással teli napsütéses mindennapokat kívánunk Önöknek. Hogy bennem mindig legyen fény, te, aki minden vagy, te, aki velem vagy, add, hogy senkit ne gyűlöljek én. Áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg bennem, áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg minden hozzám tartozót. Áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg bennem minden tiszta szót. Áldj meg hallott Áldj meg engem című zenés imát II. János Pál pápa áldásával felvették a hivatalos egyházi énekek közé. Ennek és a műsorunkban elhangzó többi dalnak is a zeneszerzője, mai vendégünk Wolf Péter. Isten hozott! Én magam is igyekeztem. Te egy nagyon szerencsés ember vagy, mert a zene csodája meghatározza az egész életedet. Mindig így volt? Mindig így volt. Beleszülettél a zenébe? Nem is volt más választásom. Mert? Mert az édesapám ugyan mérnöki diplomát szerzett, de zenészként élt el az egész életét, és az édesanyja meg énekelt. Meg színészkedett, egészen addig, amíg férjhez nem ment, addig a színészkedés volt a döntő, de aztán az éneklés, és aztán civil pályára tért. De amikor én megszülettem, akkor zene szólt innen odáig, zene vett körül, az első játékszerem a zongora volt, nem volt más út. De azt hiszem, nem is vágtam más útra. És ki tanított? Ó, hát ez nagyon korán elkezdődött, mert mindaféle minden rendes arisztokrata vacsoltam, és ezért... Tényleg? Tényleg. És zeneóvodába küldtek, ahol ezt szépen kijavították. Ugyan úgy pörrekedni, mint egy spanyol nem sosem fogom tudni, de ez már nagyjából R hang. Tehát zeneóvodával kezdtem, és aztán az általános iskolával párhuzamosan jártam a Steinitz zenedébe, ahol egészen elképesztő kiválóságok tanítottak. Hát, az Oberfrank Géza neve ismerős, aki egy nagyszerű karmester volt, a Huzzalelek talán kevésbé, de hát egy nagyszerű zeneszerző volt. Volt egy nagyszerű zongoratanárnőm, Sebestyén és Szente Klára. Tehát ez, amiről beszélünk, ez az 50-es években zajlott. Aztán 61-2-ben mentem a zenegimnáziumba és a konzervatóriumba, és ott is csak olyanok, akiket csak állva volna szabad kimondanom a neveiket, a Zempléni Kornéltól a Rados Ferencig, a Vásárhelyi Magdáig, de jártam zeneszerzésre Sugár Ezsőhöz. Aztán nagyon kalandosan alakult a dolog, mert jött a Zeneakadémia, ahova én már igazság szerint nem is akartam felvételizni. Miért nem? Mert... Annyit tudtál már, hogy neked nem kell a Zeneakadémia? Először is azt hittem persze, hogy annyit tudok. Másodjára pedig azt... addigra már nyaki voltam zenei munkákkal. Az édesapám... A felkérésekkel. Persze, de meg mindent az ég, amit zene területén csinál lehet, azt mind csináltam. Ez azt jelentette, hogy, de tényleg azt jelentette, hogy 16-17 évesen becsöppentem azok közé, akik végzett művészek voltak, vagy ilyen, vagy olyan, vagy olyan területen. És nekem ezekkel kellett a lépést tartanom. Úgyhogy nagyon föl kellett kötnöm a fejérneműt, és
föl is kötöttem, és el is szálltam. Szóval én akkor azt gondoltam, hogy kész vagyok, ennél úgy sincs már följebb, taxival jártam, étterembe jártam, étkezni, és így tovább, és így tovább. Újra elkezdhettél volna racsolni. Kellően ostoba voltam. Ezt aztán később spótoltam, mert 2007-ben visszamentem az egyetemre, a Zeneakadémiára. Visszakullogtál? Nem, hát addigra a jazz, amit engem mindig is sokkal jobban érdekelt, mint a többi, az végre egyetemen tanulható tárgy lett, uh-huh. És akkor ott lediplomáztam, le is doktoráltam, úgyhogy most ez pipa, megvan. Én egy kicsit fordítva értem, én először értem, és aztán tanultam. Más értelmes ember ezt fordítva csinál, de nekem ez jutott. Hogy kerültél kapcsolatba az Ex Antiquis együttessel? És amikor megalakult Haki Tamás együttese, a 62-es Kimit tud után, amit megnyert, akkor ő azt mondja, hogy te nem lennél hajlandó erre, mondta, és félbe maradt a mondat, és mentek a maguk útján. És 69-ben a zongoristájuk egy olasz úton kinfelejtette magát. Van ilyen. Úgy, hogy akkor le volt kötve már két héttel később egy nyugat-berlini rádiós koncert. És akkor eszükbe jutottam rá, hogy a homlokára csapott, és azt mondta, hogy ha beugró kell, akkor itt a Wolf Péter. És mondták, hogy gyere. És mondtam, hogy barátaim, hát én nekem más dolgom van, de oké, jövök, csináljunk egy fél éves próbát, nektek, ha megfelelek én, ha nekem ma megfeleltek ti, akkor maradok, ha nem, akkor kösz. Ennyi volt, szép volt. Ez 69-ben volt, és hát azóta is úgy tudom, tagja vagyok az együttesnek. Téged megtaláltak a gyerekdalok. Azzal keresett meg engem Dargai Attila, hogy ez az eredetileg négy részes tévéfilmhez, 4x15 perces filmhez, dolgozzam fel Haki Tamás együttesére a Vivaldi négy évszakot. És én akkor azt mondom az Attilának, hogy én nagyon régen figyellek, nagyon régen szeretnék veled dolgozni, de ha ez az ára, akkor nem. És akkor ahelyett, hogy kidobott volna, amiben azért lett volna oka rá, azt kérdezte, milyen zenét gondolná. És akkor ez volt az egyik olyan zene az életemben, amire a kis ujjamat nem kellett mozdítani, amit leültem a zongorához, és ezt kezdtem játszani, amit ma mindenki ismer. Fürgeróka lába. Azonnal leírtam, mert akkor annyit dolgoztam, hogy ez tényleg nem tudás, egy perc alatt felejtettem el, amit írtam. Volt olyan, hogy megírtam valamit, és mondom, ezt loptam, de honnan loptam? Magamtól loptam egy nappal korábbról. Szóval a Fürge Róka lába. Fürge. Mai napig nagy siker, de nagy siker a Nyuszi Bugi, ami latina lemezes lett, és minden húsvétkor valahol eléneklik. De azt mondd meg, hogy a világgá megyek dalt azt a gyerekeid, vagy az unokáid miatt írtad meg? Ez egy nagyon rossz kérdés. Először csak az volt az ötlet, hogy írjunk egy meselemezt. Kata még nem is tudott róla, hogy ez készül. Amikor Fábri Péter végigolvasta németül, franciául, olaszul, és amilyen nyelv szükséges még a meseirodalmat, de tényleg végigolvasta, 600 oldal Grimm mesét olvasott németül, ami után mondjuk, hogy ez nem kell, hanem valami más, és akkor összegyűjtöttük ezeket a gyerekszáj történeteket, amiket a körünkben, vagy az ő gyerekei, vagy az én gyerekeim, vagy az unokáink mondtak, és akkor megkerestük Katát, aki a
pandémia. És volt, te is szemben találkoztál ilyennel, hogy rossz vagyok, úgyhogy most elmegyek, kész. Mindenki elindul. Nem találkoztam olyannal, aki valamikor egyszer föl nem vette a nem tudom, micsodát, és hát ugye a Fábri nagyon édes, mert azt mondja, a világa meg, de eszem előtte, meg kicsit még maradok, mert enni kell előtte, miért az ember. Igen, logikus, persze, persze, persze. Jól van, megyek már, csak eszem még, mert különben még elvesznék, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világá megyek. És sírhattok majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kisfiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek. Egy kicsit lenézted a könnyű műfajt. Kicsit nagyon. És mégis hihetetlen sikereket arattál táncdalok terén, a buszibből énekelni, a sziklaöklű Joe, a Kovács Katinak, mit is írtál? Most kéne abba hagyni. Na most ezeket te mérgetbe írtad, vagy félváról írtad, vagy ezek hogy születtek, hogyha te ennek valójában ellenálltál? Rossz volt az előbbi poénom, nem néztem én ezt le. Bizonyos részét lenéztem, ma is lenézem, a olcsó silány tucat kacatot azt lenézem. Könnyűzenének mindig voltak nagyon míves művelői és mesterei. A Bágya Andrástól a Fényes Szabolcsig, a Horváth Jenőn, mit tudom én, kik nem, tényleg nem, mert akkor nem sorolok, az meg megsértődik, és estig sorolhatnám. Én abban éltem, tehát én a könyvzenében éltem, és ezen belül megpróbáltam, ezt tényleg megpróbáltam olyan színvonalon művelni, amiről azt gondoltam, hogy jó. Ami neked is tetszik. Igen, ami nekem is tetszik, és amit vállalni lehet. Uh-huh. Tehát amire azt mondtam, hogy ebbe valami találmány van, ez valamitől más, mint a többi, és erre törekedtem. Tehát nem a kaptafára törekedtünk. És te ezeket a slágereket könnyen írtad, vagy... szenvedtél érte kicsit? Na akkor elmondom a második ilyet, mint a Vuk, az a Most kéne a bagyni volt, ahol ügyelektünk a Semmelweis utca 1-ben, ami az Ori büfé volt, mindenki ott találkozott, mindenki ott élt, aki éppen a hangulatára volt kíváncsi az embereknek, az ott tartotta ekkora nagyra a fülét. Zárójeles megjegyzés, igen. És akkor jött arra egy korifeus, aki azt mondta, hogy most gyűjtjük az anyagot a Kovács Katinak a első nagy lemezére. Nincs valami dalod? Mondom, dehogy nincs. Nem volt persze, de csak nem megy el az ember egy ilyen lehetőséget. Kati akkor nyerte meg a Táncdalfesztivált, én őt személyesen nem ismertem, így néztem rá föl, mint egy szemképre, mert nagyon jól énekelt, dőlt belőle a tehetség. Hát egy esély volt. Hogy ne lenne dalom? Hát add ide. Mondom, nincs leírva. Szóval elmegyek, iszom egy kávét, írd le. Jó, oké. Körbenéztem, ki van a szövegírók közül ott? A ifjabb Kalmár Tibor volt ott, akivel előtte már egyszer valamit próbálkoztunk, de azt mondtuk, Tibi, ez is ez a helyzet. Jó, gyere, írjunk. Elsősorban, most kéne abba adni. Második ugyanez. Elfutni, elrohanni. Egy ekkora sajtpapíron vitte be a pasas a válogatásra, és a Kovács Kati azóta is minden fellépésénél, vagy majdnem minden fellépésénél elénekli. Szereti a közönség. Én is szeretem, a Kovács Katit is szeretem. Most már mások is kezdik énekelni a dalt. Ezen se kellett gondolkodnom. Szóval számodra a slágerírás könnyű, mint az egyszer egy. Könnyű, mint az egyszer egy, mondd ki bátran, azt, hogy egyszer itt maradsz, végleg nálam. Ketten könnyen juthatunk minden jóhoz, meg amit szántanak, hüppi, meg amit vállalunk, hele, hogy senki más az életünkben nem, ha nem, hey, ennyit szóhoz. Tiri, 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 tiri.
könnyű az a kettő, amit eddig elmondtam. Az élet az én szemszögemből nézve igazságos, mert némelyik így jön, némelyikért megszenvedek, előjövök vele, hogy itt most mindent, amit lehet, megírtam, senkit nem érdekel. Te nagyon sok színésszel dolgoztál együtt. Mennyire más egy színészt instruálni, mint egy énekest? Egészen más világ. Színészekkel nagyon szerettem dolgozni. Nagyon Iván, színés. Darvas Iván, Sota, Bodrogi Vojt. Nagyon jókat mondsz, és esetleg mondhatod, hogy is hívják, mert csak Csongrádi, vagy valami ilyesmi, Csongrádi, Kati, valami, van egy ilyen is. Nagyon jó vele dolgozni, nagyon jó vele dolgozni. Több színdarabhoz is írtál betétdalokat, a Táliába, Gálvölgyi, Rátonyi, nem tudom, hány százszor játszották. A Dérinébe Verbunkot írtál, és a Bajor Gizi darab üzenete, a Ne add fel, az túlment az országhatáron. Mert amikor a World Trade katasztrófa idején előadtam ott ezt a darabot, akkor onnantól kezdve ez lett a New York-i Magyar Színház mottója. De tovább megyek. Ez a dal segít például a visszajelzések szerint a rákbetegeknek, ezt hallgatják, mikor mennek a kemoterápiára. Sőt, van egy nagyon-nagyon friss hírem. Ismered a Baranyi László színművészt? Most 94 éves. Megkapta a koronavírust, és súlyos állapotba került, és kiderült, hogy az élet mesdjéjén elkezdte énekelni ezt a dalt, hogy ne add fel. Megtanította a szobatársának is. Mind a ketten gyógyultan kijöttek a kórházból. Bravo. Ne add fel, azért se lásson sírni senki sem. Azért se légy könnyű a mérlegen. Ne add fel, azért is higgy benne, hogy van remény. Ne add fel, ne add fel. Azért tűz rád megváltó napfény. A zenének amúgy is van egy nagy gyógyító ereje. Te tudod milyen? Az én egyik unokatestvérem az Amerikában a társadalom biztosítása, a helyesen a biztosítóknak a finanszírozásában azt kutatta, hogy milyen zenét kell játszani a betegnek, hogy hamarabb meggyógyuljanak. Ugye a kórházba fekvő beteg az sok pénzbe kerül. És elkezdtek kutatni. És kiderült, hogy az intenzív osztályról a Bach zene hallgatása után hamarabb haza lehet engedni az embereket. Azért te olyan zenével foglalkozol, ami lélekemelő. Rengeteg komoly zenei művet is írtál. Most már csak azt. És gyümölcsöző a kapcsolatod a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Egyszer meghívták őket Japánba. És azok, hogy is hívják magukat? Liszt Ferenc kamarazene. Hát akkor biztos játszanak Lisztet. Igen, mondták. Ez ugyanúgy, mint most kéne abban annyira, hogy persze van. Nincs a Lisztnek erre, csak egy egész rövid kis darabja. Úgyhogy jöttek, hogy apu, meg kéne csinálni a Liszt rapszódiákból valamelyiket. És hát a legnépszerűbb az a második. Azt megcsináltam nekik.
Ebben szerencsés vagy, mert a hobbid is, és a hivatásod is a zene. A családodban ez mennyire van jelen, ez a nagy rajongás a zene iránt? Mindenki szereti a zenét, pályájának a feleségem ezen a pályán mozog. Így is ismerkedtünk meg, hogy a Zeneakadémia, ahol én nem akartam menni, de milyen jó, hogy elmentem, osztálytársak voltunk. A nagyon, nagyon komoly, hosszú mátkaság volt, nagyon megfontoltuk a dolgot, mert október 3-án volt az évnyitó, és 17-én megvettük a jegygyűrűket. Ez a döntés ez a mai napig. Azzal jár, hogy együtt él, ugye, 53 éve. Ez is egy csoda az életedben, így rögtön rátalálni a társra. Kata, a csoda, ez is ugyan, mint a szerencse, működtetni kell. Azt gondolom, hogy ha nem teszel érte, akkor automatikusan nem működik semmi. Ezt tudta, vagy érezte a feleségem is, tudom és érzem én is, és 53 éve élünk. Azt gondolom, hogy társakként. A fiaim azok csak zeneélvezők vagy fogyasztók. Noha mind a kettő muzsikált, a nagyobbik fiam, aki marketing ügyben ma megy elég potens valaki, Wolf Gábor, a marketing kommandó, ő ütőhangszereken érezte jól magát. A kisebbik fiam, Wolf Daniel, ő nagyon jól gitározik. Vele a mai napig egy ilyen baráti társaságban heti rendszerességgel együtt muzsikálunk én is benne vagyok ebben a tulajdonképpen amatőr társaságban. A barátaim, régi gyerekkori barátaim, az öcsém és a fiam, és hát katalányom ezt a zenét választotta pályájának. És amikor a lányodat kíséred zongorán, akkor gondolom úgy érzed magad, mint Isten tenyerén. Isten tenyerén, bárhol is lépsz, lesben áll a romlók héten. Tömnél nevetés, gyermeklés, zsebeiben sűrjeden. Dacol bennem még, ha régi kamaszlány, Zenésimával kezdtük a beszélgetést, és most a beszélgetés vége felé szintén egy zenésimáról szeretnék egy kicsit érdeklődni, hogy hogyan született a te Ave Mariád. Fülöp Kálmán, aki nagyon sok dalom szövegét írta, mindig fölmentem hozzá, és utatgattam az íróasztalán, mert írkált. Nem az apró pénz után kutatgattam, az Szenes Iván volt, akinek az íróasztalán a világ összes apró pénze, 45 lázmérő, egy néhány gumibolt, és még mit tudom, micsoda volt, mert ezek mind szükségesek voltak az alkotáshoz. Az ihlethez, igen. Igen. Egyébként egy isteni tehetség volt. Fantasztikus. Hogyha te férjedről ne is beszéljünk, Beszéljünk azért az esnagyról. Én nagyon szívesen beszélek róla, mert vele találkoztam szinte majdnem, hogy először. Tehát majdnem, hogy ő volt az első, aki az én dalaimra szöveget írt. És egy olyan amerikai stílusú producer veszett el benne, azon túl, hogy káprázatos szövegeket írt, nem csak megírt ezeket, hanem elhelyezte, gondoskodott róla, a sajtóról, mindenről. Őrületes egy pasas volt. 10 zseni veszett el benne. Tényleg azt mondom, hogy... És akiket beterelt magához, hát azok a Máté Pétertől a Széchenyi Pálig, az csak szuperlatívuszokat mondhatok. Szóval Fülöp Kálmán. Fölmentem hozzá, akinek a feleségét Máriának hívták, és írt egy születésnapi verset. Én mindig... Mondom... Te ez egy Ave Mária.
De hogy Ave Mária, ezt írtam a feleségemnek. Munkám, nem szeretek vele vitatkozni, tehát egy Ave Mária. Én mindig bíztam benned vándorlásomban. Mondom, hát ez egy Ave Mária. Hát nincs is ott, hogy Ave Mária. Majd lesz. Majd én odaírom, kész. És ez a szövegrész, hogy Ave Mária, Ave Mária, Ave Mária, Ave Mária. Ez az én szövegem. Elkövetkezett a pillanat, hogy Sass Szilvia csinált egy könnyűzenei lemezt. Sass Szilvia akkor a Callas szintjén ünnepelt sztár volt a világban, mindent tudott, mindent minden nyelven elzongorázott, mindent elénekelt, mindenről tökéletesen tájékozott volt és tudott. És hát hazajött azzal, hogy ő csinál egy könnyűzenei lemezt. Örültem neki, engem keresett meg, hogy legyek ennek hangszerelője, producere, mit tudom, hogy mindene. Hát boldogan persze. És talán úgy érezte, hogy esetleg a világslágerek között megköszönendő nekem, hogy én ezt csináltam, nincs egy dalom, amit elénekel. Nem mondom, hogy hát ez itt van. És ez úgy került be a Sass Szilvia repertoáriába, hogy a közönség talán ezt ismeri tőle, a széles közönség, nem az opera rajongók, mert az egy más kategória, de ez szélesebb kör nyitott ki a számára, úgyhogy ez számára is azt gondolom, hogy jelentős sikert hozott, és nekünk is. Az Ave Máriát nagyon sokan tűzték repertoárjukra, templomokban is éneklik, itthon is, és külföldön is. Talán azért is lehet ennyire népszerű, mert arról is szól, hogy hálát adjunk azért, ami van. Köszönjük meg azt, ami van. Nagyon bölcset mondasz. Én hasonló gondolatot úgy szoktam megfogalmazni, hogy egyrészt azt gondolom, hogy a Jóisten mindenkit szeret, de nem mindenki veszi észre. A másik pedig az, hogy várják a nagy-nagy örömöt, nagy-nagy boldogságot, és úgy telik el az életük, hogy a kicsiket észre nem vevén a nagy sose jön. Tényleg szerencsém van, vagy nem is tudom, különöskedj. Körbe vagyok véve olyan családdal, olyan barátokkal, olyan munkatársakkal, akik hasonlóan ebben a kérdésben keresik, ami összeköt a másikkal, keresik, aminek örülni lehet, keressük, amit mondjuk tanítok is, és ez ott aztán tényleg alapkövetelmény, keressük meg az, ami a növendékben jó, és erősítsük azt, és ne rejtsük véka alá azt a véleményünket, hogy te most nagyon jó voltál. Köszönöm. Hála és köszönet neked, hogy eljöttél, és hála és köszönet önöknek, hogy velünk voltak. Találkozunk a következő adásban. Addig is Isten áldja önöket, a viszontlátásra. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy örökkön örökké csodát élek.